Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június immáron 25-e van. A mai napon Máté evangéliumának egy részletétvel ismerkedjünk meg. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu, és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Hát, szomorú ez a befejezés, mert bárcsak valahogy úgy lehetne kiérezni belőle Jézus szavait, hogy azért Jézus optimista, és sokan fogják megtalálni azt a keskeny utat, de mintha kicsit pessimista módon mondaná, hogy milyen szűk a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Imádkozzunk egymásért, hogy megtaláljuk ezt a keskeny utat, de azért előtte vegyünk csak itt észre valami érdekességet. Ez a másik hasonlat, ami a példabeszéd első felében hallható. Milyen durva, milyen kemény dolog. Valószínűleg talán éppen az apostolok megpróbáltak egészen pogány embereknek is evangéliumot hirdetni, és ez a próbálkozás sikertelen volt. És ezért azt mondja Jézus, hogy nem kell velük foglalkozni, mert nem érdemes, ahogy ő mondja, a szent dolgokat a kutyák elé dobni. És ne szórjátok gyöngyeiteket, mondja, a sertések lábai elé, hogy szét ne tiporják. És itt ennél a mondat résznél akarok én megállni most. A gyöngy, tudjuk, a kagylóban lévő csodálatos, tökéletes gömbölyű képződmény. Most nem akarok a keletkezéséről szólni, mert úgysem vagyok benne profi, de ott keletkezik benne a kagylóba, lent a tenger mélyén, mikor a gyöngyhalász fölhozza, örül neki, és kiveszi a kagylóból az igaz gyöngyöt. Ami tehát milyen? A kőnél is keményebb, és gömbölyű. Könnyű lehet-e azt eltiporni, lábainkkal összetörni? Nem. Amikor tehát itt egy sertéshez hasonlítja a pogány embert Jézus, akkor mégis azt tételezi fel róla, hogy ilyen kemény tud lenni, ilyen irgalmatlan tud lenni, hogy egy ilyen képtelenségre képes, hogy egy gyöngyöt eltiporjon, összetörjön. Vagyis az olyan embernek már tényleg ne akarj evangéliumot hirdetni, aki ilyen sziklaszilárdan ateista, kemény, istenellenes, egyházellenes, törvényellenes, erkölcstelen, stb. Az elveszett. Ott nincs mentség, ott nincs menekülés.
de amennyiben az ellenség mégsem ennyire kemény, hogy össze tudna törni egy gyöngyöt, akkor bízzál. Akkor érdemes megpróbálni evangelizálni, megtéríteni szeliden, irgalmasan, és elsősorban imádkozva érte, nem csak Istennek beszélve róla, hanem neki beszélve Istenről. Ez az utóbbi néha egyszerűbbnek tűnik, hisz mondom a másiknak, ennek a bizonyos embernek, hogy menj vasárnap templomba, térj meg, stb. Legtöbbször azonban eredménytelen. De ha az Istent ostromolod imádságoddal, meghallgatja a Jóisten, és előbb-utóbb elmegy veled együtt a templomba. Hát imádkozzunk azért, hogy sokszor sikerüljön megtéríteni olyanokat is, akik esetleg egyébként már szinte reménytelen helyzetben vannak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!